Sziasztok, itt Szindekvé Headquarters, és ez a Team Builder videó a playoff első fordulójára András ellen. Na most, az ellenfelem teamje nagyon erős, nem véletlenül jutott be a playoffba, és főleg a szezon második felében nagyon sok győzelme volt, tehát jobban rájött a játék lényegére. Van neki Mega Metagross, Gliscor-ja, Magnezone, Alakazam, Krobat, Salamence, bocsánat, olvasom, Infernape, Houndoom, Electivire, Lantern, Staraptor és Krattle. Na most, mivel nem konkrétan egy hatos teamre készülünk, mivel ugye két darab 1v, tehát hogy single csata lesz, 6v6, ezért két olyan tímet kéne építeni, ami mind a kettő lenyomja ezt a 12-t. Ez okozza most a nehézséget nekem. Persze nyilván a másikon még fogok változtatni, gondolom. Sőt, biztos is. De ez biztos, hogy ezt a Team Builder videót akkor fogjátok látni, amikor már mind a két csatát lejátszottuk. Azt tudti, mert én most ebbe valószínűleg mind a két tímet megépítem, persze az második tímmel meg lehet módosítani is. Most azt látom, hogy egész sok speciális támadója van, és abból nagyon sok vagy pszicho, vagy elektromos. És eznek várra nem jó. Tehát azt mondom, hogy az egyik védő pokémonjunk Kradili legyen, méghozzá egy olyan Kradili, aki teljesen defensív, Storm Drain és Giga Drain, Toxic, Stealth Rock, meg arra is gondoltam, és Recover legyen neki. És jó legyen ez a standard set. Mindjárt megnézzük, hogy milyen statjaink lesznek. Igen, ez eléggé jó, bár szerintem a speciális támadásra rakhatnánk még, és azt a HP-ból fogjuk elvenni, mert hogy páratlan szemú HP legyen. 8 legyen a speciális támadás, és úgy megvan kereken a 200-as speciális támadás, ami azért eléggé korrekt, és Semper Vivumnak elnevezünk nyilván, logikusan. Jó. Ő az egyetlen biztos tag, mert őt beszeretem volna tenni. Akkor amit még gondolkoztam, hogy nagyon sok gyenge pokémonja van madarak ellen. Ott van Gratel, ott van Infernape, ott van... Ja, csak kettő gyenge pokémonja van repülő típus ellen, viszont hogyha hozzáveszünk, hogy jön meg a bogár típus is, akkor igazából hozzávehetünk egy Houndoomot, mert az végül is sötét, egy Mega Metagross-t, egy Alakazamot, szóval minden jót hozzá lehetne venni, ezért jön megát is szeretném belerakni a csapatba, méghozzá Life Orb-val egyértelműen. Biztos Life Orb legyen neki. Egy Roost kell, hogy újra tudja tölteni az életét. Egy Bug Buzz, hogy jól tudjon támadni. Egy Air Slash, mert ezek mindig kellenek. Meg egy Giga Drain, hogy vissza tudja tölteni az szintén az életét. Bár lehet, hogy nem is Giga Drain-t kéne használnom ide. Erre az utolsó mozdulatra. Nézzünk még, mit tud. Mi lephetné meg? Mi lenne, hogyha csak a Gliscor miatt egy Hidden Power Ice-t betolnánk? Az érdekes lenne. Vagy egy Shadow Bolt. Nem, az felesleges. Nem tudom, minek akartam a Shadow Bolt, az felesleges. Csak a Salamence meg a Gliscor miatt egy Hidden Power Ice-t betolok. Viszont szerintem... Hát, ja,
Erre lesz így szükségünk, a többi nem kell. Ez Gratelt nagyon kiüti. Nagyon kiüti Gratelt. És ami kell nekem, az maximális... Szóval ami kell nekem, közben megszakadt véletlen a felvétel, basszus, az maximális speciális támadás, egyértelműen. És... HP kelljen? Nem hiszem, hogy HP kelleni fog. Inkább speedre nyomjunk egy kicsit, de elég 100. Annál több nem hiszem, hogy kelleni fog. És akkor a 156-ot ezt be tudjuk nyomni a HP-re. Nem, az túl sok lesz. Akkor 152 elég lesz a HP-re. És akkor mehet 104 a speedre. És a speciális védelemből veszünk el. Ja, így jónak néz ki. Jónak néz ki, mert a speed boost miatt majd úgyis megnő aki a speedje. Emiatt azonban gondolkoztam, hogy roost helyett egy protectet. Ja, az jó is lesz. Roost helyett egy protect. Oké. És ja, hát a nevét nyilván megváltoztatjuk. Propeller vagy te ki voltál? Szerintem propeller voltál. Sőt, biztos is. Jó, viszont egyelőre nagyon gyenge vagyunk a tűztípusú infernép ellen, ezért meg a Houndoom ellen, ezért azokra kéne valamit alkotni. De nincsen föld típusom, de van víz típusom, méghozzá Milotic. Szóval Milotic, gyere! De egy leftovers ugye nem lehet ugyanolyan. Ja, nem lehet ugyanolyan fenébe, akkor neked nem jöhet a leftovers, se a life orb. Akkor neked... Neked legyen... Mi lehet neked, ami írtó hasznos? Eject button? Na, alkalmazunk egy eject button-t, vagy inkább red card. Hát csak akkor lenne, hogyha tudnánk ilyen call my mind-ot. Nem ezt akartam. Call mind, nem tudunk call mind-ot. Nem tudunk semmi hasznosat. Toxikot tudunk, azt gyors be is tanuljuk. Toxic. Wish, azt tudunk, nem? De recovered, igen. Recovert ezt vágunk. Ne red card legyen szerintem, hanem... Lamberry. Vagy Power Herb. Ez nehéz eldönteni, mi legyen. Legyen Citrus Berry, az jó. Marvel Scale az szerintem jobb lesz. Legyen egy Ice Beam-et. És egy Scaldot, tehát egy viszonylag standard set. Physical Defensive, az megfelel nekem persze, ez jó. Ez a jó set egy Milotic-nak, szerintem. És akkor te... Mi is volt a neved? Most nem jut eszembe, de nézzük, hogy még mi fog kelleni. Most még mindig nagyon gyengék vagyunk szerintem. Nem, most én be akarom rakni valami Sweeper Pokémonomat, szóval... És mivel már van madár, ezért valószínű, hogy Superior lesz az. Mármint Hoffman. Ő neki most vágom, hogy Hoffman. Rég használtam már ötiket, azért nem jut eszembe a neve. És akkor a szokásos Wildlands... Ja, ó, nem Overgrowth hagyunk neki, hanem Contrarit. Leaf Storm... Glare, most... Legyen glare, vagy ne legyen glare? Nem az lesz, hogy glare, hanem lesz Gigadrain, az kell. Kell... Dragon Pulse kell, igazából annyira nincs rá szükségem. Hidden Power Ice az jobb lenne. Hidden Power Ice sokkal jobb lenne. Vagy egy Fire csak a Mega Metagross-ra. Legyen... Az, hogy lesz Hidden Power Fire a Mega Metagross-ra, és legyen még szintézis esetleg, vagy Leech Seed.
Leech Seed, az jónak néz ki. És akkor leggyorsabb, legspeciálisabb, ez a legjobb sze. Úgy önmagába. Na akkor még amit gondoltam, így az az, hogy... Mit gondoltam még ki? Ez a négy, ez tuti, hogy jön. Még nagyon jó lenne, hogyha hoznám Medicsemet. Medicsem az kéne. Hozom is. Medicsem, még hozzá egy choice scarf. Nem is kell scarf. Legyen inkább... De, choice scarf lesz. Most azzal lesz szerintem most a legjobb. Mert még hozzá egy Dream Punch, Ice Punch. Mi kellhet még? Bullet Punch azt tuti nem kell, és felesleges is. Legyen egy... Ilyen, meg mondjuk Poison Jab, nem, nincsen igazából olyan, amire kéne, tehát nincsen Fairy típus. Psycho Cut, csak a Crobatre esetleg, meg szuper effektív. Vagy Earthquake-et nem tudok sajnos. Trick. Jó, legyen egy trick. Na próbáljuk ezt ki. Mihez kezdünk a trikkel, és annyi különbség, hogy pluszosba rakjuk az atakot. Tehát egyértelműen Choice Scarf, így szerintem mindennél gyorsabb. Talán a Crobatnél nem. Abban nem vagyok biztos, hogy Crobatnél gyorsabb. Szerint itt van Medicsem, aki Buddha volt, ezt is tudom. Majd biztos rá fogok jönni a nevére, nyugodjatok meg. És még egy Pokémon kell, és az szerintem nem lesz más, mint... Nem lesz más, szerintem, mint meg a Pidgeot. Méghozzá azért meg a Pidgeot, mert... Azért meg a Pidgeot, mert valamelyik madarat el akarom használni, mert különben nagyon könnyű lesz neki készülnie a másik. Tök mindegy, mi a képességem, úgyis át kell alakítani első körbe. És akkor egy ilyen Hurricane, akkor U-turn. Nem uproar, nem uproar. Isten nagy, hogy uproar. Utálom az uproart. U-turn, roost. És mi legyen még? Heat Wave, de Heat Wave-re most nincs, talán Magnezone miatt esetleg. Hát Magnezone meg Mega Metagross miatt kell a Heat Wave, jó. Meggyőztem magamat, hogy kell, és te voltál Konohagakure. Konohagakure és Shiny, persze. Na így a jó. Ez lesz az első tímünk. Vagy hogyha Milotic-nek eszembe jut a neve, akkor az is meg lesz. Jól láttatok, itt még van pár tíme. De a playoff-nak a másik tímje, ez azt jelenti, hogy az első forduló a playoff-ba és a második tím, az egy egyértelmű, hogy melyik Pokémonokból kell állnia. Tehát, hogy lesz nekem egy Reunikrösszem, lesz egy Tengrótom, lesz egy Talonflémem, lesz, még mi legyen, lesz egy, vagy nem hogy mi legyen, hanem hogy még mi van, megmaradt nekünk a Tentacruelunk, azért az jó, a Tentacruel megmaradt, most már remélem lesz neki jó sok kill-je. Yeah. Mi maradt még? Maradt még nekünk egy Magneton. Ajaj, nem ide akarom a Magnetet, hanem hogy egy új Pokémon akarok, aki Magneton. És még mi volt? Még van egy Pokémon. Ja, hát persze, hát Clefable-ből. Oké. Okay. Ennek örülök, hogy ez a team, ezt most nem töltjük ki, majd ide visszatérünk még, és most majd nem sokára föl is vesszük a csatát, szerintem. Mindjárt megbeszéljük, hogy mikor.
stb. Ezt majd még kitöltjük, amikor majd pontosan tudni fogom a tímet. De az most már egyértelmű, hogy mi a tímünk erre a meccsre, mert erre a meccsre ezzel a tímmel fogunk kiállni, tehát még egyszer. Semper Vivum, Propeller, Milotic, akinek most nem jut eszembe a neve, de mindjárt meg is kéne néznem. Ja, töröltem azt hiszem az összes tímet, ami eddig a rendelkezésemre állt. Kivéve ezt a gyakorló squadot, ahol pont ott van. Nessie, tényleg Nessie volt. Jól van, akkor király. Nick neve Nessie. Még annyit tudok csinálni, de többinél is kitöltem a nick nevet, hogy legalább egyszer így megjegyezzem. Mert tényleg látszik, hogy kiket használtam nagyon, és kiket kevésbé. Tehát például te spagetti voltál. Jó, meg ez nagyon jól meg lehetett jegyezni. Te voltál Falcon. Jól van. Te zokni orr, mert olyan az orrod, mint a zokni. Hú. Lenz. Hát mindig úgy nevezem el. Gondolom most is. Az összes shiny magnetonnak Lenz a neve. Te voltál Whitney Houston. Whitney Houston. Reuniclus mi volt? Basszus, eskü, nem jut eszembe. Nézzük meg, hogy a gyakorló squadba benne van-e. Addig elmentjük. Nincs benne sajnos. És alapból a többit kitöröltem. Sajnos, nem baj, megnézzük. És visszatérünk nem sokára a csatával, addig is Szindekvi, és az erő legyen veletek. Sziasztok! Sziasztok, itt Szindekvi Headquarters, és ez a Magyar Pokémon Ligán playoffjának az első meccse, amit mi csinálunk. Az ellenfelem András, és az ő tímje nem más, mint Alakazam, Salamence, Gliscor, Mega Metagross, Infernape, és Magnezone, szóval igazából a legerősebb tímjét konkrétan elhozta. Tehát, hogy így a legjobbakat. Ő arra megy, hogy itt engem kicsinál. Na most, amit nézek, az, hogy Gliscoron kívül senki nem tud eltüntetni követ, viszont gyenge Infernape meg Salamence ellene, ezért én Semper Vivummal kezdek. Azt tuti. Írtam neki, hogy kezdhetünk, ugyanis én azt hiszem léptem. Igen, ő is lépett. Szóval ő Gliscorral kezd, mert Gliscor bennem nem tehet kárt, viszont vigyázni kell, nem szabad megmérgezni. Steltrákkal kezd, én meg nem hoztam semmilyen difogot meg ilyenet. Ez nagy hiba lehet, akár, viszont mi van? Ha én most behozom Propellert. Meg behozta meg a Metagross-t. Ez tőlem nem volt jó döntés. Na de nézzük Protectorünk egyet. Ő meg átalakította. Rendben. Meteor Mash. A Meteor Mash az tuti kinyír majdnem mindenkit. De Propellert nem akarom még, hogy meghaljon. Mert még 1% HP-val túl fogja élni a következő bejövetet, és még meg tudná akár ölni Salamence-et is, meg Gliscort is. Szóval Nessie-t becserélem. Hú, ez az egy kicsit parás. Jó, Meteor Mash sima ügy volt ennek a túlélése, és akkor jöhet a Scald. Azért Scald, mert nagyon reménykedek egy égésbe. Az Metagross ellen eléggé jó. Viszont behoztam Magnezont. De megégett. Az égés azért ott volt. Mit tudnék ez ellen kezdeni? Mert lehet, hogy volt switch-e, de biztonságosan behozom Semper Vivumot. Jó, a Thunderboltot eléggé túl is élte. Tudhat Flash Cannon-t. Tudhat Flash Cannon-t, ezért én recover-ölök. A Flash Cannon mindig veszélyes.
De miért akarom autóval bekapcsolni a timert amúgy? Tök hülye vagyok most. Infern éppen mihez kezdjek? Meg kéne mérgezni, az lenne a legjobb. Most arra gondoltam, hogy próbálom meg... Jó, ez így nagyon jó, hogy ez egy speciális infernép. Ez tökéletes. Semper vivum, akkor túlél mindent. Egy gigadrén esetleg. Hát az egy Close Combat-et kinéznék, hogy ilyen dual infernép, hogy mindkettő van benne. Fizikai is, meg nem fizikai is, de miért recover-re nyomok? Ja, ezért recover-re nyomok. Helyes. A Focus Blast Missile-t viszont ezzel egyértelműen látom, hogy ez egy speciális infernép. Miközben nem tudom, mi a head item-je, ami azért eléggé rossz. Gigadrént fogok alkalmazni, és bejött a lekezem, akit felesleges megtoxikolni. Ebből én már látom. Semper Vivum jól tűri, de elkezem... Hát... Nem tudom. Érdekes, hogy ilyen riflek, meg ilyen supporter elkezem. Na mindegy, a lényeg az, hogy szerintem ő most meg lesz ölve. Nem tudom, kit cserélne be ugyanis. Jó, oké. Elkezem meghalt. Elkezem, ott ki is húzzuk. Idejük mellé, hogy Credili ölte meg. A Gliscor, na ő már szarabb esett, mert tuti, hogy van valami Poison Heal-je. Ú, meg Fire Fang, aha! Jól van, mennyit sebzett? Körülbelül 30%-ot, az fasza. A Recover-re még simán úgy van. Fire Fang-et lazán túlélem. Meg minden. Egyelőre Semper Vivum nagyon jó, egyszerűen. Kradili nélkül én nem tudom, mit csinálnék. Jó Salamence-et hozta be, Intimidate, az sose jó. Hú, alig sebződtem. Lehet a Salamence is speciális, viszont rá toxik az jól jön. Hú, viszont most már tudom, hogy fizikai, és az Outrage-be be van lakkolva. Ez biztos, ez tuti. Szóval jöhet be Nessie. Esetleg meghalna Nessie, az se olyan nagy gond. Confuse, oké, én a Citrus Berry-t azt sikeresen alkoztam, és egy Recover, ha esetleg cserélne, ez azt cserél. Jól van. Nem Magnezone nem gond, mármint nem Magnezone a legnagyobb gond. Szerintem innen túl tudnám élni amúgy. Bekockáztassam? Kockáztassunk egyet. Ó, hogy gyorsabb vagyok, mert analitik Magnezum, úristenem. Ügyi. Analitik Magnezumra nem számítottam, szóval ideírom, hogy nekem volt Milotic, és azt megölte Magnezum. Értelemszerűen megint jött, volt kill-je. Propellert, na most hozom be. Protekterek. Life Orb-on van, egy valamit tudok kinyírni. Egyetlen egy valamit. Jó, van Volt Switch-el, akart menekülni, akkor Magnezont viszont Milotic nyírta ki, mert az égésbe halt bele. Szóval Milotic-nak halálában is van kill-je. És te nem tudod, hogy nálam van Hidden Power Ice. Há, ez az! Propeller kinyírt a Gliscor. Jelzi a Mega? Ja. Csak ezért volt nála Hidden Power Ice, viszont Jan Mega meghalt a Life Orb-ba, ami nem számít senkinek se kill-nek. Csak az, hogy meghalt. Kit hozhat majd be? Na, ez egy jó kérdés. Én viszont behozom, biztos Konohakurét, mert vele tudok menekülni. Jó, Infernape az pont jó ellenem. Meg Evolúció Roost. Ez lesz az első lépésem. Focus Blast ütne be talán legjobban, Thunder Punch esetleg, ha van neked, de nincs.
Blaziken próbálkoztál. Hát, az nem jó. Hurricane. Jó, ez kinyírta. Helyes. Infernép elpusztult. Meg a Pidgeot által. És jött be meg a Metagross. Na igen. Ez az, amire nem tudunk más csinálni. U-turn-nel elmenek. Aha, Protect. Aha. Jól van. Akkor Heatwave. Nincs égés. Meteor Mash-sel kinyír. Meg a Pidgeot meghalt, meg a Metagross-tól. Jól van. Viszont ez nekünk nagyon könnyedén behozhatjuk Hoffmant, aki gyorsabb, mint a meg a Metagross. Ez direkt így volt. Így van megcsinálva. És egy Leaf Storm. Ja, a Leaf Storm az jó. Az most nagyon Protect? Aha, protectelsz. Jól van. Nem baj, nem a Protect a baj. Nem az, hogy a Leaf Storm nem nyírta ki. A Meteor Mash meg kinyírt, úristenem. Buddhát hozom be. Ice Punch-nak vajon el kéne intézni a 8%-ról? Igen! Hál' Istennek! Buddha megnyeri nekünk. Meg a Metagross-t kinyírta, hogy hívják ezt Medicsen. Salamence-t is kinyírja Medicsen. Úgy van. Hol volt ez? Salamence kinyírta Medicsen. 2-0-ás győzelem. Ami nagyon szoros volt, viszont már tudjuk a témjét, ezért mindjárt felkészülünk az ellenfelünk témjére. Az 5 perc, és talán már most is jövök a következő csatával, addig is Syndaquil és az erő legyen veletek. Sziasztok!